Jó estét kívánok! Önök gazdasági magazinunkat látják, tartsanak ma is velünk. A kormány gazdaságpolitikája, a városfejlesztés távlatai, ilyen kérdésekről volt szó a Debrecen Business Club legutóbbi rendezvényein. Kapcsolatépítésre és kötetlen döntéshozói eszmecserére is lehetőséget ad a találkozósorozat, amit fél éve indítottak el a Nagyerdei stadionban. Csak nem 100-an vettek részt a Debrecen Business Club április végi találkozóján. Az üzletemberek, politikusok, intézmény és cégvezetők közül sokan már a tavaly novemberi induláskor csatlakoztak a város fejlődését szem előtt tartó összefogáshoz. Ma, amikor Debrecen ilyen léptékben fejlődik, mint amilyenben és amilyen 5-10 éves távlat áll a város előtt, én azt gondolom, hogy aki ebben a fejlődésben tevékenyen részt akar venni, már pedig a mi cégcsoportunk azt gondolom erre felkészült és részt fog venni benne. Nekünk minden hír nagyon sokat ér, úgyhogy nagyon szívesen jövök ezekre az eseményekre. A gazdasági élet szereplőit számos olyan kérdés foglalkoztatja, amire együtt könnyebben megtalálhatják a megfelelő választ a klub tagjai. Engem nagyon érdekelnek a Debrecen aktuális problémái. Nagyon fontos lenne azokról a gazdasági kérdésekről beszélgetni, ami mindnyájunkat érint, és többek között az oktatásról is, mert úgy gondolom, hogy most nagyon meglendül Debrecennek az ipara, hiszen nagy cégek jönnek ide, és hát jó lenne ezt látni, hogy ezzel az oktatás is lépést tart. Az áprilisi klub találkozó meghívott előadója Kósa Lajos volt. A politikus uniós kitekintésű magyar gazdaságpolitikai kérdésekkel készült a rendezvényre. Például a magyar gazdaságpolitikának az adók kialakításában a szabadság, az kulcskérdés. Azzal tudunk versenyezni, az alacsony adókkal. Kulcskérdés a magyar gazdaság számára az árfolyampolitika és a kamatpolitika, amit egy közös politikával nem tudunk érvényesíteni. A Business Club május elejé rendezvényén Debrecen jövőjéről, a város versenyképességének és az itt élők életminőségének további javításáról volt szó. A város régió központ szerepének középtávú kiteljesedéséről Pap László mondta el gondolatait a találkozón. A polgármester a kiegyensúlyozottságra törekvést hangsúlyozta Debrecen fejlődési perspektívái kapcsán. Az elmúlt 5 esztendőben a gazdaságfejlesztésre fókuszáltunk, a következő 5-ben valószínűleg a városépítésre, hogy az egység, hogy a lendület az meg tudjon maradni, de emellett hogy a közlekedés és a lépéstartás a folyamatokkal, a változásokkal az egyik legfontosabb kihívás előttünk. A Debrecen Business Club találkozó sorozata ősz elején folytatódik a Nagyerdei stadionban. Ez volt a Siker hétfőn, még szerdán is, pénteken is tartsanak majd velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!